Címmel parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, túl vagyunk azon a vasárnapon, amikor először voltak zárva az üzletek az önök ostoba törvénye miatt. Az az igazság, hogy annyival vagyunk előrébb, hogy most néhány tízezer emberrel többen gyűlölik önöket, mint pénteken gyűlölték. Ez minden vasárnap szépen növekedni fog. Önök ezen mosolyognak nagyokat, de majd eljön a pillanat, mikor ez a mosoly le fog fogyni az orcájukról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, persze nem az önök az elsők, akik be akarták záratni az üzleteket, hiszen 2010 novemberében a Jobbik ugyanezzel a lendülettel benyújtott egy ilyen törvénytervezetet. Most a Fidesz másik partnerpártja, a KDNP az, aki ezt fölkarolta, csak a Jobbiknak volt annyi sütnivalója, hogy most már nem szavazta ezt meg, igaz, nem is szavazott ellene, mert elegánsan tartózkodott. Önök meg áterőltették ezt a társadalmon, ezzel is kivívva az emberek legnagyobb szeretetét. A KDNP ezzel legalább adott hírt magáról, hogy egyáltalán létezik. A KDNP-t, hogyha követik egyébként az internetet, az emberek hát kicsit keresetlen módon, de még egy dalban is megemlékeztek róla. Ajánlom a figyelmükbe, ez egy nagyon érdekes népi alkotás, tessenek meghallgatni majd. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az az igazság, hogy önök össze-vissza beszéltek, nem nagyon voltak Isten igazából érveik, az összes ellenérvet félre magyarázták, mi elmondtuk sok tucatnyi problémát, amit föl fog vetni ez a törvény, önök ezt mind-mind figyelmen kívül hagyták, és ennek ellenére vezették be. Önök azt mondták a vitába, hogy semmiféle mérést, semmiféle tanulmányt nem készítettek arról, hogy ez a vasárnapi zárvatartás hogy fog kinézni. Nem mintha erre büszkének kéne lenniük, hogy úgy hoznak egy törvényt, hogy semmiféle hatástanulmányt nem készítenek. De aztán kiderült, hogy mégiscsak volt egy ilyen hatástanulmány, aztán utána letagadta a miniszterük, hogy volt ilyen hatástanulmány, aztán kiderült, hogy 3,1 millióért mégis készült egy ilyen hatástanulmány, amiben az van egyébként, hogy 15-20 ezer ember elveszítheti a munkahelyét, és egyébként ennek a nagy része nem is fog tudni elhelyezkedni, legalábbis ezen a munkaerőpiacon, és az is benne van, hogy körülbelül 50 milliárd forintot bukik a költségvetés ezen a törvényen. Amikor mi ezt a vitába elmondtuk, akkor önök elmondták tízszer velünk, hogy ilyen szó nincs erről, ilyen probléma nem fog fönnállni, aztán most már sorba rúgják ki az embereket az üzletekből, meg zárják be az áruházakat, és ez még csak az eleje a történetnek, ennél ez még sokkal súlyosabb lesz. Hölgyeim és Uraim, önök ezt a törvényt valószínűleg vissza fogják vonni, mert ez a törvény nem tartható, majd most, amikor elkezdődik ennek a végrehajtása, fognak rájönni, hogy mekkora feszültségeket és mekkora bajt okoz a társadalomban. Szóval zárva vannak az üzletek, de nem az üzleteknek kéne zárva lenni, illetve valaki meg nincs zárva, akinek zárva kéne lenni. Őt úgy hívják, hogy Tarsoly Csaba, aki jön, megy, foci meccsre jár, és nagyon sokat jópofáskodik, bejár állítólag a cégéhez dolgozni. Most nem tudjuk, hogy eltűnt-e vagy nem tűnt el, de az valószínű, hogy teherautókon menekítette ki a vagyonát a luxusvillájából, és ez az ember, annak ellenére, hogy a cégénél 150-200 milliárdos pénz tűnt el, annak ellenére háborítatlanul jön, megy, és még dolgozni is engedik. Nyilván azért, vagy kérdezem, hogy azért-e, hogy esetleg az önökre a Questornál meglévő terhelő adatokat eltüntethesse. Ilyen nincsen, ilyen erre példa nem volt, hogy egy cégnél 150-200 milliárd forint eltűnik, és a cég vezetőjét még csak meg se hallgatják. A cég vezetőjét egyáltalán nem akadályozzák meg abba, hogy továbbra is hozzáférjen a cég irataihoz, oda bármit betegyen, onnan bármilyen bizonyítékot eltüntessen, jöjjön, menjen, meccsre járjon, és úgy csináljon, mintha ez semmi köze nem lenne. Ezért aztán az is kérdés továbbra is, hogy igazak-e azok az információk, mely szerint voltak kormányzati politikusok irányába bennfentes információk, ki tudták menteni a pénzüket a Questorból, és ennek a bizonyítékait tünteti most el Tarsoly Csaba, és ezért nem tartóztatják le. Ezért a Magyar Szocialista Párt ma azt kezdeményezte, hogy minden országgyűlési képviselő és minden kormánytag büntetőjogi felelőssége tudatában tegyen nyilvános nyilatkozatot arról, hogy nem voltak információi a brókercégből, nem vett onnan ki pénzt, és ő sem, és családtagja sem
érintett ebben az ügyben. Mi meg fogjuk tenni ezt a nyilatkozatot, fogjuk várni, hogy önök is megteszik-e, attól tartunk, hogy nem fogják megtenni. Tisztelt hölgyeim és uraim, nem ártatlan embereket kell pórázon rángatni az önök ügyészségének, hanem föl kéne ébredni a főügyésznek, és el kéne menni, és mondjuk Tarsoly Csabát megkérdezni, hogy ha már eltűnt 150-200 milliárd a cégétől, amit kis emberektől lopott el, akkor nem biztos, hogy meccsre kéne járni, hanem inkább kihallgatásra kéne járni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kormány nevében L. Simon László államtitkár úr élje a szó.